Folytatjuk a munkát, itt van a stúdióban Apáti Bence, a 888.hu publicistája, akivel az ellenzéki kerítészavar ügyéről beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, Bence, hogy itt vagy. Illetve nem tudom, hogy mennyire van zavar, te ugye publicisztikáidban mindig azt mondod, hogy zavar van, mert hogyha megnézzük azt a plakátot, amelyen Soros Györgyöt ábrázolják Szél Bernadettel, Vonával, Gyurcsánnyal és Karácsony Gergellyel, akkor ugye alapvetően mindenki igyekezett kimondani azt, hogy senki nem akarja azt a határzárat megbontani, lebontani. Gyurcsány politikai öngyilkosságról beszélt, Vona azt mondta, hogy már a Fidesz előtt ők akarták a kerítést, Karácsony Gergely pedig konkrétan azt mondta, hogy szóba se került az, hogy lebontsák a kerítést. Nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni ezt a kérdést, de most, hogy gyorsan az utolsó mondatot belekapaszkodjak, vagy az utolsó évben Karácsony Gergő pont miatt bejöttem, olvastam egy cikket 2015-ről, ahol vasfüggönyhöz hasonlította a déli határzárat, és hát nagyon konkrétan arról beszélt, hogy helytelen volt megépíteni, és mindeközben a mai nappal megkijött egy, vagy tegnapi nappal kijött egy nyilatkozat, ami arról beszélt, hogy soha életében nem akarta lebontani a kerítést. És ezt a fajta nyilatkozatzavart, ezt a fajta kommunikációs problémát, ezt nem csak Karácsony Gergelynél lehet észrevételezni, hanem gyakorlatilag az összes ellenzéki pártvezetőnél, pártnál. De egy picit jobban belemegyünk, akkor azért azt gondolom, hogy a saját liberális barátainknál és az újságíróknál is van egy borzasztó nagy zavar. És én erre próbáltam felhívni a figyelmemet, hogy ez nagyon-nagyon jó és nagyon szép dolog, hogy most már mindenki úgy csinál, mint hogyha 2015 nyarán ez egy teljes nemzeti konszenzus alakult volna ki a kerítés és a déli határ megvédése, Magyarország határának a megvédése miatt. Csak hogy azért az ne felejtsük el, amellett persze, hogy nagyon örülünk annak, hogy most már mindenki megváltoztatta a véleményét, hogy itt elképesztő minősítgetések, harcok, fasisztázás, nácizás, nacionalitás, tehát nagyon-nagyon sok borzasztó degradáló jelző jelent meg, nem csak az én mikrokörnyezetemben, amikor ezeket a vitákat lefolytattam, nyilvánvalóan a kormány is hasonló vádakkal szembesült. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eljutottunk egy olyan ponthoz, hogy most már gyakorlatilag mindenki eltolná magától ezeket a 2,5 évvel ezelőtti mondatokat, de én mégis azt hiszem, hogy nem ártana kimondani ezeknek az ellenzéki vezetőknek. Én sok-sok liberális barátommal lefolytattam ezeket a vitákat, velük már eljutottam odáig, hogy ők azt mondták, hogy igen, bocs, ezt egy picit félreértelmeztük. Itt valóban nem az aleppói bombák elől menekülő több milliós orvosprofesszor és nem tudom én, doktor volt, aki menekült, hanem bizony, itt valóban volt egy szíriai polgárháború, aminek hatására, vagy amit kihasználva, itt arról beszéltek, hogy ez az egyébként Afganisztánból, Bangladesből, Pakisztánból, Irakból, Nigériából, Eritreából megindult, lényegében egyszerre megindult több milliós embertömeg, igazolhatóvá tette azt, hogy Szíria miatt igazolhatóvá tette azt, hogy megindultak ezek az embertömeg. Nagyon sok hazugság lengte körül a migrációt, és szerintem ez egy fontos dolog, hogy most már az emberek tisztába jöttek azzal, megértették, hogy itt valami nagyon nem stimmelt, és igenis szüksége van a kerítésre a déli határzáron. Ennek a függvényében mondhatta például Gyurcsány Ferenc azt, hogy most legalábbis a választás előtt politikai öngyilkosság lenne bármilyen tekintetben a határzár megszüntetéséről beszélni? Nézd, ez egy nagyon beszédes mondat. Ebben a mondatban az van benne, ebben a kijelentésben az van benne, hogy ő még mindig nem, a szíve mélyén nem hisz ebben a határzárban, viszont nem beszélhet erről a kampányban, hiszen Magyarországon ma gyakorlatilag ellenzéki párt nem nyerhet egy olyan mondattal, hogy lebontaná a határzárat. Emlékezzünk picit vissza gyorsan Juhász Péterre vagy Szigetvári Viktorra, amikor nem is olyan régen, még nyár magasságában len voltak a határnál, és arról beszéltek, hogy ők le fogják bontani ezt. Ez most már nem merül fel. És mondom, ez nagyon jó, nagyon szép, csak azért érdemes lenne kimondani azt, hogy igen, Orbán Viktornak és kormányának a kerítés, a határzár tekintetében igazolt, nem kell azt mondani, hogy Orbán Viktor minden, de ebben igazuk volt a magyar a kormánynak, a magyar adminisztrációnak. A tekintetben akkor szerinted kevésbé markánsan kerül elő az ő kampányukban, mármint az ellenzék kampányában a határzár kérdése? Hát mi is másolnák, mi is másolnak, és azért pontosan tudják, hogy a 2018-ban, amikor bárki beüti az internetbe azt, hogy itt mi történt 2015-ben, mit mondtak 2015 júniusában, júliusában, elő fognak kerülni ezek a nyilatkozatok, és valószínűleg a kampányguruk azok reggeltől estig üléseznek, és megpróbálják ezeket a mondatokat kimagyarázni, de azért te is, én is, mindenki internetet olvas, az pontosan tudja, hogy annak idején itt a vasfüggöny volt a legeslegenyhébb kifejezés, és ezen kívül még nagyon-nagyon sok elszakadunk Európától, középkori dolog, és még sorolhatnám ennél sokkal dehonestálóbb kifejezésekkel. És akkor vajon mi lehet most az, ami markáns kampánytéma lehet az ellenzék oldalán, vagy mik azok? Hát én ezt kifejtettem az egyik írásomban, én azt gondolom, hogy az oktatás és az egészségügyel fogják nyilvánvalóan
nyilvánvalóan támadni a kormányt, és ez természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy mind az oktatás, mind az egészségügy egyre magasabb helyre kerüljön, minél jobb ellátásba részesüljenek mind a betegek, mind az én gyerekeim, és hát érintett vagyok, édesapa vagyok. Én is látom, hogy vannak hibák. Ugyanakkor rendkívül álságosnak tartom azt, amikor egy beházott fallal és egy pókhálós, nem tudom én, szekrénnyel hoznak ki nagy hírportálok napokig tartó pörgetett, folyamatosan pörgetett cikkeket. Én azt gondolom, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormány alatt is voltak beázott falak, pókhálók, és nem vagyok benne biztos, hogy sokkal jobb állapotban volt az egészségügy. By the way, azt gondolom, hogy az Orbán kormány sokkal több kórházat újított fel. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy objektív tény. Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.